November 1-e és 3-a között az orosz filmeké lesz a főszerep itt Kolozsváron, a Győzelem moziban, amely a helyszínt biztosítja ennek az orosz filmfesztiválnak, de bővebben erről a témáról. Bartalis Bán Judit tanárnőt kérdezem, akit tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Tehát november 1 és 3, hogy mindenkinek nagyon megmaradjon, igen, ez a dátum. Győzelem mozi. Győzelem mozi, orosz filmek fesztiválja. Most már hányadjára is? Harmadik kiadása ennek a rendezvénynek. Kezdődik 1-én. A Bukaresti Orosz Tudomány és Kultúra Intézete szervezésében a kolozsvári Vosztó Group fiatalok egyesülete közreműködésével, természetesen az Orosz Kulturális Központ segítségével zajlik ez az esemény, és az idén az Orosz Oktatásügyi Minisztérium is besegített a szervezésbe, bekapcsolódott. Milyen filmek jönnek idén, de egy picit térjünk ki arra is, hogy milyen filmek voltak tavaly előtt. Ugye tavaly előttről nekem megmaradt az Anna Karenina Sakhnazarov rendezésében. Talán először beszéljünk arról, hogy milyen filmek voltak eddig. Tavaly előtt a fesztivál Sakhnazarov 65 éves születésnapja tiszteletére rendeződött, és Sakhnazarov filmeket láthattunk a 80-as évek produkciójából, a 90-es évek produkcióiból, és a fénypont az az Anna Karenina újragondolása, továbbgondolása, Sakhnazarov általi továbbgondolása volt, nagyon nagy sikernek örvendett. A filmek egy részét újra vetítettük az Orosz Kultúrközpontban. A tavaly nagyon sokféle volt a felhozattal, voltak történelmi filmek, itt említeném meg a Viking című rendkívül sikerült alkotást, első Vladimir keresztelő, Szent Vladimirról, ő volt a Viking, és a másik nagyon vált produkció az a Matilda Kszyszynszkaja balerina életéről szóló, és a trónörökössel való viszonyáról szólt a film. Szintén a tavaly volt sportfilm is, a Trainer, az edző című film, a nagyon érdekes komédia, Péntek című film, amelyiknek az egyik főszereplője el is jött a vetítésre. Az idén is nagyon sokféle filmet láttunk, lesz 3 történelmi dráma, 3 filmkomédia, 1 fantasztikus film és egy sportdráma. Vegyük sorba őket, igen, jó? Tehát, hogy november 1-én, 7 óra 30 perckor, este lesz 7 óra 30 perckor a Tobol című film, Tobol ugye nyitja gyakorlatilag film, a fesztivált. De ezt megelőzően itt lesznek rendezők is és szereplők is először nagy számban. A Tobol című film történelmi dráma a első Péter cár idején játszódik, egy fiatal katonatisztet elküldenek Tobolszkba, ahol különböző kalandok várnak rá, természetesen a szerelem, és meg kell oldani a lehetetlen helyzeteket, a dzsugárok támadását, szóval nagyon-nagyon érdekes filmdrámának ígérkezik. A következő film sportfilm, sportdráma a másodikán, Движение вверх, felfelé törekvés, értem, a címe, a reális eseményekre támaszkodik, az 1972-es müncheni olimpia idején játszódik. Biztosan benne van ez is a filmben, nem lehet megkerülni, igen, viszont az a momentum, amikor a szovjet és az amerikai basket csapatok összekerülnek, döntőt játszanak, tehát ezt... Tehát arról a momentumról, és itt megemlíteném a szereposztást, John Savage, amerikai sztár is játszik, igen, a filmben, és 2 orosz sztár, Vladimir Mashkov és Marat Basharov, akiket nagyon sok szép filmben láttunk, és remélem, hogy láttunk. Tehát, hogy ez is ugye érdemes lesz, igen, ezt is megnézni. És aztán szombaton este 2 filmre is sor kerül, ugye egyrészt ez a felfele törekvés, igen, és a következő film pedig a Világ őre című, Csernavik, oroszul fantasztikus film. Nagy várakozással ugye tekintettek a premierre, a premier különben a tavaly előtt volt, és a rendezője Szergej Makricki,
Szergej Lukanyenko regényének az alapján készült a filmforgatókönyv, és eljön a stáb Kolozsvárra. Értem, tehát, hogy ilyen Andrej Valkov közönségtalálkozóval egy bekötött filmnézés lesz. Igen, itt lesznek. Értem, és akkor ott van november 3-a, vasárnap. Igen, az Orosz fiú. Egy történelmi filmdráma, az első világháborúban játszódik. Engem nagyon emlékeztet Tarkovszkinak az Iván gyermekkorára, csak ez az első világháborúban játszódik. Az orosz kisfiú nagy reményeket kergetve elmegy a frontra, beáll önkéntesnek. Már az első nap a látását elveszíti, és akkor hallónak, szluhácsnak fogják használni. Ő érzékeli a repülők, a berepüléseket, tehát szép, megható érdekes film. Téma, igen. Lesz komédia is, a túlélés nehézségei, Trudnosti Vyžívania. Itt lesz a rendező, Evgeny Torres, vagy Nyuzsinszki, így is úgy is szerepel a neve, nem tudom, melyik néven jön ide. Egy érdekes, romantikus komédia, szép fiatal újságírónő, lakatlan szigeten milliómos, multimilliárdossal találkozik. Igen. Nagyon vált és nagyon sikeres film a Balkáni vonal, a orosz-szerb koprodukció, az 1999-es jugoszláviai eseményeket mutatja be a szerb és orosz szemszögbe. Érdekes lesz, a történészek nagyon várják, történész kollégáim. Itt megemlíteném Gojko Mitic szereplését, akit a 70-es években, 80-as években a kelet-német indián filmekből ismerünk és szerettünk meg. Rendben van, bizonyára nagyon sok néző felkapja igen, el a fejét. Igen, az utolsó film is komédia, Alexandr Kristoforovnak, a halhatatlan Kristoforov, Vecsnyá Zsizni Alexandra Kristoforova, egy beteg öreg színészről szól, aki egy ilyen csodatevő italt kap valakitől, és meglátjuk, hogy lesz halhatatlan. Igen, ne áruljunk el nagyon sok részletet, de azt azonban áruljuk el, hogy ugye a Vostok Group is szervező, mint olyan, ezt már mondta a tanárnő. Főszervezőt Kolozsváron mondtam. Igen, és hogy ezek a filmek is ugyanúgy, mint az előző években, szintén majd megtekinthetőek lesznek az orosz kulturális központban is? Hát megpróbáljuk, most a nehezebb ezt elérni, de reméljük, hogy minél többen megnézik most, és aztán felkerülnek majd az internetre. Már a tavalyiak közül került el a Vikinget, például meg lehet tekinteni bárkinek román felirattal. Értem. Tanárnő, vannak-e mellékprogramok? Az talán tavaly előtt a gyermekek számára mellékprogramot is szerveztek, idén zajlik ilyesmi? Az idén is lesznek ilyen kisebb, kis ki mit tud rögtönzött versenyek, ott lesz a Matroska makettünk, lehet fényképet készíteni vele, és találkozó a kultúratasséval lesz, tehát kerekasztal beszélgetés, mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen Bartal és Bán Judit tanárnőnek, hogy bejött és mindezekről beszámolhatott, hát nagyon sok sikert kívánok, és a képek is bizonyították, hogy az elmúlt években is közönség siker volt, úgyhogy talán idén is az lesz. Köszönöm szépen.